szépen köszönjük az osztály nevében. Jelképesen, és aztán kézzelfoghatóan is átadta tegnap délután a Kerekes Kft. Azt a három műszert, melyek nagy segítséget jelentenek majd a gyerekek gyógyításában. A cég és franchise partnereik három éve rendszeresen hoznak ajándékot a Ceglédi Tóldi Ferenc kórházba. Azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon fontos a gyerekek egészsége, számunkra is nagyon fontos, ezért igazából az elején döntöttük azt, hogy mindenképpen gyerekeket szeretnénk, és ez egyöntetű döntés volt, hogy ezt folytassuk, és támogassuk a gyerekek mielőbbi gyógyulását. A Tóldi Kórház gyermekosztálya a cég jóvoltából két infúziós pumpával és egy betegőrző monitorral gazdagodott. A infúziós pumpa funkciója az, hogy gyógyszerek, illetve folyadék pontos adagolását megvalósítsa súlyosabb állapotú betegeknél, ahol a szájon át adagolás nem kivitelezhető. A betegőrző monitor pedig az még ennél is súlyosabb betegek megfigyelését segíti, a fontos életfunkciók folyamatos diagnosztizálásával, illetve veszély esetén, állapotromlás esetén azonnali riasztással. Dr. Surányi Lajos és kollégái is nagyon örültek az újabb 1,5 millió forint értékű adománynak. A főorvos elmondta, az infúziós pumpákra szinte napi szinten szükség van, de a betegőrző monitort is sokszor használják a gyerekek gyógyítása során. Az adományozó cég, mint minden évben, most is előre egyeztetett a gyermekosztállyal. Minden eszköz beszerzés előtt egyeztettünk, hogy kinek konkrétan milyen eszközre van szüksége. Ezeket beszereztük és átadtuk a kórházaknak. Nyilván ők döntötték el, hogy számukra mi a leghatékonyabb. A vállalat idén összesen 18,5 millió forint értékben visz adományt több kórházba is. Kerekes Tibor elmondta, a segítségnyújtást nem hagyják abba, jövőre is hoznak ajándékot a Ceglédi kórházba.